Ahogy arról múlt héten beszámoltunk, a Ferroboxivent veretlen nagy középsúlyú ökölvívója, Kelemen Balázs az argentin Nicolás Dario López ellen lépett volna szorítóba a Sex Boxing rendezvényén. Ám a sors úgy hozta, hogy a dél-amerikai bunyós edzőjének lejárt az útlevele. Az új okmány beszerzését a repülőgép indulásáig nem sikerült elintézni, López pedig edzője nélkül nem kívánt útnak indulni. Rácz Félix Balázs menedzsere megpróbált más ellenfelet szerezni, hogy megrendezhessék a WBO nemzetközi bajnoki összecsapást. Kelemen így el is utazott Dessauba, ahol a sikeres mérlegelés után még bízott abban, hogy szorítóba léphet. Az idő rövidsége miatt azonban nem sikerült olyan minőségű boxolót találni neki, akit a WBO is elfogad és engedélyez. Így a magyar bunyós sajnos nem léphetett kötelek közé Dessauban. A győri pofonosztó azonban nem csügged, néhány hetet pihen, és újult erővel lát neki az edzéseknek. Szeptemberben ugyanis újra boxol Balázs, és valószínűleg a címmeccset is pótolják még az idén.